Pécsi egyedülálló szülőket leptek meg karácsony közelettével. A budapesti egyszülős központ csomagokat állított össze, amiket a gyermekeiket egyedül nevelő anyukák és apukák kaphattak meg. Az ajándékokat a központ Baranya megyei jószolgálati nagykövete Dicső László adta át. Konkrétan az egyszülős központ az idei évben adományokat ad a megyéknek, ugye 19 megye van, és az egyszülős központ megkért olyan embereket, akik közel állnak az egyszülős központhoz, hogy nagykövetként segítsenek ezen adományok átadásában. Én Baranya megyéhez tartozom, alsó-mocsádi polgármesterként egyrészt, másrészt pedig a TÖOSZ-nak a Baranya megyei tagozat vezetőjeként, és régóta kapcsolatban vagyok az egyszülős központtal, tehát az alakulásuk óta ismerem őket, a munkásságukat, és természetesen örömmel és szeretettel vállaltam ezt a feladatot. Gyakorlatilag ez most azzal jár, hogy Budapesten át kellett venni ezeket a csomagokat, és el kellett idehozni Pécsre, és át kell adni az egyszülős családoknak. Az ünnepséget egyébként a Pécsi Kulturális Központban tartották. Nem véletlenül, hiszen az intézmény már a kezdetek óta az Egyedülálló Szülők Klubja mellett áll. Az országban először a mi segítségünkkel alakult meg egy egyszülős klub, amely 2017-ben történt, és azóta is folyamatosan itt a mi intézményünkben, illetve több intézmény egységünkben tartanak programokat, szerveznek gyerekeknek, szülőknek olyan lehetőségeket, amelyet tulajdonképpen mi is nagyon szívesen támogatunk, és nagyon örülünk neki, hogy ezek megvalósulhatnak. Az első perctől kezdve azt gondoltuk, hogy a mai világban bizony nagyon nehéz a szülőknek, különösen azoknak a szülőknek, akik egyedül nevelik a gyermekeiket, vagy gyereküket, és hát ebből kifolyólag próbáltunk meg olyan segítséget nyújtani, amely hát, ha nem is pótolhatja a másik szülőt, de mindenképpen az egyedül nevelő szülőt támogatja. A mai napon azért vagyunk itt, mert szintén először az országban történik meg az, hogy a budapesti egyszülős központ ajándékcsomagokat fog átadni azoknak a kedves szülőknek, illetve kedves családoknak, vagy félcsaládoknak, akiket, hát ugye egyrészt a mi egyszülős klubunk javasolt, másrészt pedig a központ különféle szempontok alapján kiválogatott. A Pécsi Klub még 2017-ben alakult. Indulásukkor 12 anyuka alkotta a csoportot, mára már azonban egyedülálló édesapák is tagjai. Wolf Jutka elnök elmondta, hogy remek évet tudhatnak maguk mögött. Akkor feltett szándékunk volt, hogy nem búsulunk, mert semmi baj nincsen, csak most egy ilyen élethelyzet előtt vagyunk, és a minőségi időre, a programokra fejezzük a hangsúlyt. Úgyhogy ezt azóta is tartjuk, kézműves foglalkozások, külszíni helyszínek, remegyünk, Laser Corner, Match Extreme Park, tehát minden olyan, ami olyan finanszírozást igényel, amit egy egyedülálló szülő egy-két gyerekkel, vagy adott esetben három gyerekkel már nem tud megfinanszírozni. Szerencsénk is van, mert több pécsi vállalkozó kedvezményt ad nekünk a belépőjegyekre, mint például a Laser Corner vagy a Match Extreme Park, de a Buborék Játszóház az elejétől fogva, tehát amióta megkerestem őket 2017-ben, azóta nagyon-nagyon jutányos áron engedi be a gyerekeket játszani a házba. Kaptunk az Egyedülálló Szülőklubja Alapítványától egy programtámogatást is októberben, szeptember-októberben használtuk el őket, és teljesen boldog meglepetéssel tudtuk meg azt, hogy ajándékcsomagokat is fogunk kapni. 10 családnak oszthatunk ki ajándékot, ebből 4 családra tehettem én javaslatot, hogy kikapja, és a másik 6 családot pedig az egyszülős központ delegálta a csapatunkhoz. Nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni Szalóki Virágnak a lehetőséget, mert 2017-ben, amikor én elmondtam neki, hogy milyen lehetőség van Budapesten, és milyen alapítvány hogy működik, rögtön mondta, hogy akkor itt van egy gyönyörű helyszín, fogadnak bennünket, és klubozzunk itt. És azóta is folyamatosan segíti a munkánkat, programokat is szervez nekünk, például a télapó ünnepségünk fantasztikus volt, itt már egy kicsit működött a háznak a klubok közti átjárása, együttműködése, ami megint egy szenzációs dolog. A csomagokban a háztartás vezetéséhez nélkülözhetetlen termékeket és tisztálkodási szereket is találhattak a megajándékozottak. Mosópor, öblítő, antibakteriális folyékony szappan, arc és fogkrém, de még számos más kozmetikai és takarítószer került most olyan csonka családokhoz, akiknek így szerették volna megkönnyíteni az évvégi ünnepeket.